Szerinted melyik volt a jobb? Boxok vagy sztárdropok? Ebben a mai videóban erre a kérdésre fogunk fényderíteni. Ugyanis amióta bejöttek a sztárdropok a játékba, a Brawl Stars közönségnek a fejében ez a kérdés forog. Nagyon sokan a boxokat kedvelik jobban, nagyon sokan viszont a sztárdropokat. De mégis melyik a jobb? Tehát akkor kezdjünk is bele. A boxoknál tudtuk, hogy mikor fogunk kapni karaktert, vagy bármit is. Ugyanis villogott a kis itemecske, hogy kapni fogunk-e valamit. De viszont a sztárdropnál ez egyáltalán nincs így, és tényleg teljesen random az, hogy mit fogunk kapni. Mint ugye azt már tudjuk, azért hozták vissza a sztárdropokat, mivel a játékosoknak kellett valami szerencse. És hát szerencsét akartak a játékosok, és megkapták. Na, ez aztán kőkemény szerencse, ami kicsi hátrány a boxokból, ami kicsit hátrány a sztárdropoknál, hogy coin-tól kezdve, krediteken át, powerpoint-ig bármit kaphatunk belőle, és ez eléggé leviszi ennek az esélyt, hogy egy karaktert kapjunk. Miközben a boxoknál úgy volt, hogy fixen kaptunk powerpoint-okat és coin-t. És a végén tudtuk meg azt, hogy kapunk el egy karaktert, vagy gadgetet, vagy valami ilyes. És ott nem volt arra esély, hogy a karakter helyett coin-t kapjunk, vagy powerpoint-ot. Ebből a szempontból a boxok jobbak. A másik szempont az, hogy a boxokat lehetett farmolni, lehetett tartogatni, miközben a sztárdropokat egyáltalán nem lehet. Egy nap csak 3-at szerezhet meg, még a boxoknál kell többet is szerezhettél, és azonnal ki kell nyitnod a sztárdropokat. Ez még egy hátrány a sztárdropoknak. De legalább a sztárdropoknak van Reddit-ie. Ugye van Rare, Super Rare, Epic, Mythic és Legendary. És egyébként itt van egy táblázat, amiből láthatjátok azt, hogy mennyi esélyünk van, mire. Ez például tök jó, hogy valaki ezt így fel tudta fedni, mivel ez se volt, ezt se tudtuk, nem úgy, mint a boxoknál. Ugyanis a boxoknál meg lehetett nézni, hogy mire mennyi esélyünk van, de itt ezt nem tudtuk. És a Patreon-nak még egy hátrány, hogy ugyanis sztárdropokat nem tudunk venni, nyilván ez a free-to-playeknek kedvez, de akkor is ez valamilyen szinten egy hátrány és egy előny is, ez egy kétélű kard. Ami például nagyon jó, hogy a sztárdropokból kaphatunk blinget is. Amíg blinget sehogy máshogy nem tudtunk szerezni, mint Trophy Seasonből, Rank Level-ből és Brawl Pass-ről. Szóval ez egy plusz pont a sztárdropoknak. Még egy plusz dolog, hogy a powerpoints-okat a sztárdropokban nyithatunk úgy, hogy már megvan 4000-ünk, ugyanis 4000 a max, de így is megadja a powerpoints-ot, avagy több is lehet. Szóval még egy plusz pont. És még egy plusz pont a sztárdropoknak, ugyanis a sztárdropokban nyithatunk skineket. Még például a megaboxból egyáltalán nem volt erre esélyünk. De mondjuk a régen a boxokból szerezhettünk gemet, és jelenleg pillanatban a sztárdropokban nem szerezhetünk. De már egy jó ideje nem szerezhetünk megaboxokból se gemet, szóval ez kicsit ilyen e-mail álmol van. Ugyanis bejött a Brawl Pass, ami borította az egészet. Na de mindegy, most nem ez a téma. Szóval körülbelül ennyi. A közönség legnagyobb része a boxokat szereti jobban, de inkább szerintem ezt csak azért mondják, mert az a megszokott, és ez egy új dolog, és ez új dolognak az emberek eléggé nehezen fogadják be. Szóval ezek az érvek alapján a sztárdropok jobbak. Na de több nem, mert ennyi is lett volna, tetszett nektek, iratkozzatok fel, lájkozzatok, találkozunk legközelebb. Na sziasztok!